Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a Weekendben ma ellátogatunk a Sóstói Múzeumfaluba, ahol szombaton látogatói pikniket tartottak. Szó lesz egy tokai programról is, valamint itt lesz a stúdióban Rák Zoltán. Először azonban irány a Józsa András Múzeum. A Boros Gyurinak egy olyan sóstói sorozata van, ami már nagyon sok helyen volt kiállítva az ország több pontján. Egy különleges technikával készítette azokat a képeket, amelyeket lefotózott annak idején a sóstóról, és hogyha valaki eljön a múzeumban és megnézi, akkor láthatja, hogy milyen nagy gyönyörűség rejlik Nyíregyháza egyik égkövében. Egyébként meg a munkák, amik itt ki vannak ejtve lent, a patika történeti anyag, amit sikerült megszereznie a múzeumnak, az mind mutatja azt, hogy Nyíregyházának a múltjában és a jelenében is milyen kulturális történések vannak, és hogy mi az az érték, amit meg kell őrizni. És egy múzeumnak az az elsődleges feladata, hogy a társadalomnak a lenyomatát megőrizze itt benne, nem csak a régmúkorokét, hanem mostani modern világét is. És ez a kiállítás, amiben most vagyunk, a mostani modern világnak, mostani modern kortárs kézűművészetnek a lenyomata. Ahhoz, hogy jobban megértsük a kiállítást, az ismerni kell egy picikét a képzőművészeti gyűjteménynek a történetét. 1974-ben született meg az a bizonyos koncepció, mely szerint a múzeum akkori vezetősége, valamint a gyűjtemény kezelői úgy gondolták, hogy elsősorban a városban és a megyében dolgozó és élő művészek munkáit kéne gyűjteni, ezeknek kell kiállításokat rendezni, ezeket kell bemutatni, mert ők vonzák leginkább a helyi közönséget. Ez a kiállítási koncepció ez nagyon hosszú ideig megmaradt, sőt mondhatni, hogy most is ez a fő profilja a gyűjtésnek, és ez adja a gyűjteménynek magának a jellegét. Ami itt látható, az egy válogatás az elmúlt 15 évnek a szerzeményeiből, gyűjtéseiből, és ami a közös bennük, az pont az, hogy az összes itt található műtárgy, legyen az képzőművészeti vagy iparművészeti, kizárólag pályázat útján került a múzeum gyűjteményébe, műtárgyvásárlásra nyújtottunk be pályázatot. Ezek az alkotások ugye átmentek egy bizottságnak a rostáján, ha úgy tetszik, és így kerültek hozzánk. Az előbbi vonalat követve igyekszünk a helyiektől gyűjteni. Kifejezetten figyelünk arra, hogy minőségi munkákat gyűjtsünk, hogy ne szorítsuk háttérbe a fiatal alkotókat se, tehát ne csak az legyen, hogy mindig a már elismert, több díjat nyert, országos szinten nagy hírnévnek örvendő művészektől gyűjtsünk, hanem nyitunk a fiatalok felé. Ugyanakkor egy egyensúlyt próbálunk a különböző műfajok között is tartani, mert sajnos nagyon hosszú ideig az iparművészet például háttérbe szorult, textilművészetünk is háttérbe szorult, tehát nagyon kevés textilanyag volt, az iparművészeti gyűjteményben kevés kerámiánk volt, ráadásul kortárs fotográfiát, autonóm fotográfiát mindössze 2006 óta gyűjtünk. Ahhoz képest elmondható, hogy elég jól állunk már most. A patika történet az pedig egy olyan szakmának a
az emléke, emléközöne, amely még különböző gyógyszeralapanyagokból keverte ki a gyógyszert, ezért van olyan sokféle edény, ezért van mindenhol latinul, meg a különböző kezdőbetű vagy a rövidítés, mert a patikus az mindegy méregkeverő különböző paroknak az összeadásával keverte ki azt a gyógyszert, amiről azt gondolta, hogy az embert meggyógyítja, később pedig a gyógyszerészet fejlesztésével adagolta pontosan a patika mérlegeken. Azt gondolom, ennek az ajánlnak a megszerzése az nagyon fontos, és köszönöm azoknak is, akik a múzeum figyelmét felhívták, illetve a múzeumnak is, aki megszerezte ezt a több száz tárgyból álló együttest. A kiskamara kiállítás eléggé vegyes korból származó darabokat tartalmaz. Valójában itt a téma volt az, ami meghatározta az anyag jellegét. 2016-ig is voltak az iparművészeti gyűjteményünkbe patika történeti edények, eszközök, viszont nagyon, nagyon kis, csekély mértékben. És 2016-ban történt egy nagy arányú ajándékozás, akkor több mint 400, sőt már ahogy haladunk az időben és leltározunk be az anyagot, most már azt mondhatnám, hogy majdnem 500 az a darabszám, ami ide bekerült, mármint a gyűjteménynek az anyaga. Ezután született egy olyan gondolat, hogy jó volna ezeket bemutatni, mert ritka az is, hogy saját iparművészeti anyagból rendezünk kiállítást, és akkor igyekeztünk minden egyes gyűjteményi egységből, tehát a régi megmaradtból, az újból, a 2016-osból, sőt az idei év elején a Rozsnyai Gyógyszertár a régi bútorzata és állványedényei is a Jós András Múzeumba kerültek, tehát úgy gondoltuk, hogy azért az lenne az illő, ha az ő anyagukból is, vagy az ő volt anyagukból is bemutatnánk pár darabot, és amire reflektáltunk, az a különböző edényzeteknek a jellege, a miensége, ugyanis a patikatörténészek, vagy a gyógyszertörténészek leginkább anyag szerint válogatják külön ezeket az edényzeteket, tehát porcelán, üveg, fa, meg fémtégelyekről beszélnek, és ezt igyekeztünk a kiskamara kiállításba is bemutatni, és ugye ott vannak a többi eszközök, mint a patika mérlegek, a súlyok, a mozsarak, a spatula, ami hát ugye elengedhetetlen darabjai voltak a patikus munkájának. A múzeumtól van pár száz méter egy másik épület, amely nagyon kedves a szívünknek, ez pedig a Móricz Zsigmond Színház. Vendégünk a teátrum egyik közkedvelt színésze, Rák Zoltán. Szia Zoli, jó estét! Szia, jó estét! Rég járt el nálunk, de nagyon-nagyon tartalmas időszak van mögöttetek. Hát most évekre visszamenőleg sajnos nincs időnk ezt elemezni, viszont az egyik legnagyobb dolog az életetekben, hogy megszületett a második gyermeketek, amihez szívből gratulálunk. Hát köszönjük. Milyen volt a finish, arról mesélj. Köszönjük, merész volt. Végül programozott császárra születtünk, ugyanis nem akart sehogy se befordulni, és ő faros baba, úgyhogy ezt tartottuk a legbiztosabbnak. Kiderült, hogy jól döntöttünk, mert a köldökzsinór is ugye rá volt tekeredve, úgyhogy egyébként időben érkezett, most 2 hetes. Nagyon jó baba, kicsit hasfájós, de aminek külön örülünk, hogy a bátyja, aki tegnap volt 2,5 éves, ő imádja, és ezzel nincsen probléma. Akkor nincs testvérféltékenység? Nincs, alig várja, hogy adhasson neki puszit, vagy simogathassa, vagy megmutathassa az új játékait, szóval ez, hál' Istennek, ez nagyon jó. Kollégáiddal beszéltünk arról, hogy ezt a bizonyos vírusos, elzárt időszakot hogy élték meg a színészek, maga az a fajta életforma, az, hát hogy is mondjam, mennyire összeegyeztethető a bezártsággal, gondolok itt ugye az egészséges exhibicionizmusra, ráadásul nálatok ugye még egy babavárással is megvolt ez az időszak, hát nem jó szó, de mégiscsak nehezítve. Erről mesélj egy picit. Nekem nagyon jól indult. Egyébként egy olyan időszakom volt, amikor alapvetően pont egy picit pihenősre tudtam fogni a helyzetet, tehát pont akkor jött ez a pandémiás helyzet. Nekem így nyár elején most indult volna be az időszak, szóval alapvetően nagy változás nem történt, pluszban nagyon örültem neki, hogy együtt tudok lenni
a nagyobb kisfiammal, és ott tudok lenni a babavárásnál, ugyanis én mostanában Kaposváron is dolgoztam, ami eléggé messze van. Úgyhogy emiatt nagyon jó volt, hogy együtt volt a család, szépen nyugodtan, nagyon apás is lett a gyerek, de hogyha folytatódott volna, akkor már nagyon nehezen viseltük volna. Főleg azért maga a bezártság, de valóban az ember, hogyha ilyen hivatása van, akkor azt ki kell élnie. Úgyhogy már vártam, hogy azért most már elkezdjünk dolgozni, úgyhogy pont időben jött. Ugye te nagy szalontai születésű vagy, és hát Nyíregyháza azt gondolom, hogy minden tekintetben a második szülő hazád, hiszen itt lettél igazándiból színész, ugye a családod is itt született. Ha visszagondolsz erre a jó pár évre, amióta a Móricz Zsigmond Színházban játszol, mik voltak a legizgalmasabb szerepeid, amire mindig nagyon nagy örömmel emlékezel vissza, és jó szívvel? Fú, sok van, de például ami nagyon szívhez szóló volt nekem, az az adáshiba. Talán azzal nagyon tudtam azonosulni. Biztos az is benne van, hogy az egyik kedvenc tanárom, még a főiskoláról ő rendezte, aki a Keszig László, aki az államvizsgánkat is rendezte, és úgy igazán visszataláltunk egymásra. Ez volt az első ilyen talán, ami iszonyatosan megragadt bennem. És a legutóbbi pedig, az pedig a Delila volt Mohácsi Jánossal, ami sajnos ugye kicsit kútba fulladt, de reméljük, hogy ez majd vissza tud térni. Lehet, hogy ennek is az oka, hogy Mohácsi János viszont az osztályfőnökön volt az egyetemen, és akkor úgy éreztem, hogy wow, folytatódik az a féle tanulási folyamat, ami akkor abba maradt. Ezért van benned egy nagyfokú alázat, tisztelet a mestereid felé, úgy érzem. Igen, remélem. Azt néztem, hogy ugye a szakálladdal most egy kicsit már elkezdtél, hogy is mondjam, korosodni, de hát azért születetten olyan arcod, olyan igazi kölyök arcod. Nem tudom, ez mennyire előny vagy hátrány, te hogy éled meg? Nem érzem hátránynak, sőt inkább előnynek, de valóban néha oda kell figyelni arra, hogy borotválkozom meg, hogy milyen fizimiskát csinálunk, mert nem behetsz egy üveg bort, mert elkérik a személyedet, nem? Igen, volt olyan, hogy bejött a fodrász, igen, volt egyébként, nem is olyan, igen, hogy elkérték még a személyemet, és mondtam, hogy lassan, hogy érettségére veszem, igen, ez volt benne a vicc, de nem volt belőle gond. Volt olyan, hogy bejött a fodrász tárba az előző igazgató, Tastári Csaba, mikor vágták a hajamat az egyik szerephez, és mondták, hogy ho-ho-ho, ez sok lesz, így úgy nézel ki, mint egy jól lakott óvodás. Úgyhogy erre oda kell figyelni, ne legyen túl rövid, nem véletlenül nem borotválkozom állandóan, de igen, hogyha borotválkozom, akkor abszolút fiatalosabb karaktert kell csináljak. De tényleg egy jó sminkmesterrel belőled bármit lehet. Tehát az óvodástól az aggasztjánig, úgyhogy szerintem tényleg ez pozitívum. Ez Zoli, a mostani próba folyamatról és a szerepedről még egy pár gondolatot szeretnénk tudni, hogy érzed magad, és mi lesz majd a bemutatón. Jó, kifejezetten jól érzem magam benne. Ez egy musical, vagy zenés darab, az Édes Charity a címe. Több feldolgozás is született belőle. Örülök, hogy mostanában megtalálnak a zenés dolgok, mert egy jó ideig, vagy 8 évig körülbelül nem játszottam zenés darabba, és az utóbbi 3-4 évben abszolút aránylag sokat, és rám is fér, nagyon szeretem. Ráadásul meg egy nagyon jó ízlésű előadásnak nézünk elébe. Nagyon kedvelem a rendezőt, Horváth Illést, aki annak ellenére, hogy fiatal, velem egykorú, a igazi komoly alkotóművész, és ő a művészeti vezetőnk, és nagyon szeretem az ízlését. Tehát, hogy lehet, hogy azért is, mert körülbelül egykorúak vagyunk, ezért hasonló a gondolkodásunk. Szóval egy jó ízlésű végre egy olyan musical, amire nem lehet azt mondani, hogy túl blődli, hanem lesznek komoly mélységei is, nem csak a kirakat, nem csak a Broadway, nem csak a felszín, nem csak a máz. Szóval ebbe aztán minden van. Igen, sokat fogunk tudni nevetni, remélhetőleg elájulhatunk a szép hangoktól, de lesz benne egy olyan mély tartalom, ami egy komolyabb prózai műben is. Kiváló promóció volt, úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon jó egészséget és sok sikert kívánunk. Szép nyarat nektek. Viszont nektek is. Kedves nézők, félig meddig még maradunk a színháznál, a következő percekben is, hogy miért is gondoltam így, egy gyors helycsere után kiderül.
Nem csak Rák Zoltán tölti tartalmasan a mindennapjait, az egyik színészpáros is lázasan készül valamire. Erről beszélgetünk most Cank Szilviával. Szia Szilvi, jó estét! Szóval a zene hullámain hajózhatnak majd együtt Kosik Anitával és Gulácsi Tamással párjával a kedves érdeklődők és nézők. Mikor, hol, illetve egyáltalán hogy jött ez az ötlet? Néhány évvel ezelőtt Budapesten indítottam el ezt a rendezvénysorozatot, és most ebben az évben alakult úgy az én életem, hogy tudom folytatni már itt Nyíregyházán, és hát arra gondoltam, hogy mivel ott Budapesten nagyon népszerű volt, hogy itt az itteni közönség tetszését is remélhetőleg el fogja nyerni, hiszen itt is minden lehetőség adott arra, hogy legyen egy ilyen rendezvény, hiszen a folyó itt is van, hajó itt is van, és ezért arra gondoltam, hogy megpróbáljuk itt is ezt a rendezvénysorozatot. Szóval a Duna helyett a Tisza lesz a helyszín, és milyen lesz a hajó? A hajó egy fedett hajó, tehát bármilyen időjárás legyen, meg fogjuk tudni rendezni, remélhetőleg a járványhelyzet is engedni fogja, hogy ne kelljen lemondanunk ezt a rendezvényt, hiszen ez nem egy nagy szabású rendezvény, 100 fő a befogadó képessége a hajónak, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. Augusztus 21-én indul majd a maga a program, illetve a hajó is, ugye honnan indultak pontosan? Tokajban a Boncidai csárda melletti kikötőből, ez egy nagy parkoló, és ott mellette van a kikötő, onnan indul a hajó, végig megy Tokaj város mellett, a Bodrogon és a Tiszán megfordul, és a Tiszán jön vissza ugyanarra a helyre, honnan elindult. És hány órakor indul, és hogy kell egyáltalán elképzelni? Tehát nyilván beszállnak a nézők, valahogy gondolom megoszlik a figyelem, hiszen van egy előadás is közben, de azért a táj szépségeiben is illik gyönyörködni, ha már az ember ott van a gyönyörű Tiszán. Hogy tervezitek magát az estet felépíteni? Este 6 órakor indul a hajó, és 90 perc lesz a hajóút, és ezt úgy kell elképzelni, ez egy nagyon kötetlen 90 perc lesz, amiben van beszélgetés, lesz benne ének, zene, és hát az Anitáék személye a garancia arra, hogy ez egy nagyon jó hangulatú est lesz. Az út során lehet tőlük kérdezni is, ha valakinek bármilyen kérdése van feléjük, illetve hát ők is be fognak számolni a velük történtekről, hogy telnek a mindennapjaik, és ezt fogják megszakítani, illetve felváltani az énekkel, szóló dalokkal, duett dalokkal, úgyhogy ez így fog kinézni. Ha valaki esetleg nem szeretne ott a nagy prémium előtt megszólalni és kérdést feltenni, az a jegyvásárlásnál is leírhatja a kérdését, és én azt továbbítani fogom feléjük, és biztos, hogy választ fog kapni a kérdésre. Tulajdonképpen ugye egy színész közönség találkozó zajlik, de most aki ismeri Anitát, tudja, hogy egy rettenetesen közvetlen, dinamikus, robbanékony csaj, tehát valószínűleg bárkit meg is fog szólítani, és tényleg olyan, mintha 1000 éve ismernék a nézők, még ha csak a színpadról ismerik, a csodálatos hangja pedig garancia arra, hogy tényleg egy kellemes zenei élményben is részük lesz. Említetted, hogy e-mailben le lehet írni esetleg a kérdéseket, a jegyeket is így lehet megrendelni, mert úgy tudom, hogy ez egy különleges dolog, hogy nagyon környezettudatosok vagytok, ha már a Tiszán történik a hajózás, nem akarjátok kinyomtatni a jegyeket, és ezzel gyakorlatilag ugye sok-sok papírt felhasználni erre. Így van, így van. Ezért gondoltam, hogy felesleges kinyomtatni a jegyeket, elég majd csak a hajónál bemutatni, és így rendben lesz. Tulajdonképpen sokan ugye azért nem mennek most a rendezvényekre jegyet venni, mert attól félnek, hogy mi lesz, ha nem lesz megtartva. Mit tudsz üzenni azoknak, akinek esetleg van ilyen féle aggodalma, de nagyon szívesen hajózna augusztus 21-én veletek. Én azt gondolom, hogy bátran vásárolja meg mindenki a jegyét, aki szeretne részt venni ezen a programon, hiszen ha bármi történik, akkor akár a járványügyi helyzet miatt, akár időjárásügyileg, vagy másik időpontot keresünk, vagy a jegyek ára vissza lesz térítve, tehát semmiképpen nem fog ez az összeg elveszni, de én mégis arra biztatok mindenkit, hogy ha lehet, akkor váltsák meg mielőbb a jegyüket, hogy
ez biztos legyen. Hogy legyen helyük. Hogy legyen helyük, így van. Ugye a zene hullámain most Anitával és Tamással hajózhatnak. Hát nem tudom, hogy ezen a nyáron lesz-e még folytatás, lesz-e újabb program, vagy inkább már a jövőben gondolkodsz? Hát a jövő az már ugye az ősz, hiszen ez augusztus 21-én lesz az első. Hát nagyban befolyásolja természetesen a jövőt a járványhelyzet, de továbbra is bizakodóak vagyunk, hogy nem fogja negatívan befolyásolni. Úgyhogy igen, vannak tervek, nem feltétlen csak énekes-zenés színészekkel, hanem más műfaj képviselőit is szeretném egy ilyen útra elhívni. Na hát bízunk benne, hogy egyrészt a gyönyörű Tisza part is sok ember számára vonzó, másrészt pedig tényleg már nagyon vágyakoznak sokan arra, hogy együtt lehessenek, hogy egy kicsit kikapcsolódhassanak akár az iskola kezdés előtt valamilyen remek programban, úgyhogy erre nagyszerű lesz a zene hullámain való hajózás. Van egy Facebook oldala is a rendezvénynek, úgyhogy azt gondolom, hogy azon is lehet érdeklődni, vagy esetleg, hogy közeledik az esemény, egyre több információhoz jutni majd. Szilvi, köszönjük szépen, és köszönjük. Sok sikert kívánunk ezekhez a rendezvényhez. Kedves nézők, ahogy a műsor elején ígértem, mutatunk egy kis ízelítőt abból, hogy milyen is volt a Sóstói Múzeumfaluban a szombaton megrendezett látogatói piknik. Ez következik most. A Sóstói Múzeumfalut 1970-ben alapították, akkor kapta meg az első működési engedélyét, és innen számítjuk a múzeumfalunak a születését. Két ütemben épült föl a Sóstói Múzeumfalu. Az első ütem 1979-ben készült el. Tulajdonképpen ekkortól látogatható a Sóstói Múzeumfalu. Ez a kezdeti évhez körülbelül, vagy a kezdeti időszak körülbelül 10 évét tartott. 5 portát nyitottak meg akkor, 1979-ben a szatmári porták és a rétközből áttelepített 2 porta készült el. Ezzel párhuzamosan azért már a kezdetektől törekedtek arra, hogy a látogatók számára olyan vonzó programot kínáljon a múzeumfalu, amely miatt ismételten visszatérnek a szabadtéri múzeumba, és tényleg így is történt, mert egyik évben, vagy szinte minden évben történt valamilyen épületnek az elkészítése, átadása, és mindig történt valamilyen esemény a múzeumfaluban, de hát emellett a múzeumfalunak az a küldetése, hogy a hagyományos kultúrát őrizze és ápolja, és ehhez kapcsolódóan nagyon sokféle rendezvényt készítettek, azokat a naptári évhez kapcsolódó ünnepi szokásokat minden évben fölelevenítették, amely ma is része a múzeumfalu programkínálatának, a húsvét, a majálés, a Szent Iváné, a pünkösd, az augusztus 20-a, és közben pedig az ismeretátadásnak olyan módja is előtérbe kerültek, amely az iskolás korosztályt célozta meg, és nagyon sok rétű, nagyon sokféle múzeumpedagógiai kínálatunk van. Nem csak a magyarok fogékonyak a magyar kultúrára, hanem a külföldiek számára is rendelkezik ez olyan novummal és érdekességekkel, amelyre akár turizmust is lehet építeni, gazdasági előnyöket is lehet belőle aknázni, és azt hiszem, hogy ez mindenképpen fontos. De azt hiszem, hogy mégiscsak a leglényegesebb dolog, hogyha magáról a múzeumfaluról beszélünk, és a Sóstói Múzeumfaluról, amelyet nevezhetünk Nyíregyháza szívének is, hogy itt jelen van az a kulturális hagyaték, amely az egész megyére jellemző. És itt nem csak az épületekre gondolok, hanem az épületek, illetve a téglák, a kövek, amelyekből ezek felépültek, mind-mind hordoznak egy kis plusz információt, egy plusz töbletet azoknak az embereknek az életéből, akik ezekben a házakban laktak, akik ezekben a házakban dolgoztak, akik ezekben az épületekben akár tanultak is. És azt hiszem, hogy ez a szellemiség, ez a szellem, ez most itt öröklődik, és hogyha valaki ide eljön látogatóként, akkor biztos, hogyha belép egy portára, legyen az akár a Tarpai vagy a Barabási porta, akkor egy picit magába tudja szívni azt az életérzést, azt a hangulatot, azt a múltunkba gyökerező csodát, amelyből mi is építkeztünk.
Szeretnénk egy augusztus 20-i programot, egy régi Magyarország ízei programot szeptember elején, októberben bővül a múzeumfalu kínálata. A hagyományos elem ez is, mert valahol a vendelnaphoz kapcsolódik, és a régi világ, vagy a régi időszakban ez az állattartással kapcsolódott össze, akkor hajtották be az állatokat a külső legelőkről, és mi úgy gondoltuk, hogy ezt megelevenítjük, ezt az állatbehajtást, illetve olyan gasztronómiai programot kapcsolunk mellé, amely a birkához kapcsolódik, birkás ételeket szeretnénk kínálni a látogatók számára, és hát a programot, illetve az idényt azt majd Mártonnappal fejezzük be, vagy fejeznénk be, amely az idén november 14-én lesz, és tulajdonképpen a Sóstói Múzeumfalu is november 14-éig várja majd a látogatóit. És egy programról nem beszéltem még, ez egy új elem, és hogyha lehetséges, akkor lesz egy ilyen töltött káposzta, töltike fesztivál is, amely augusztus 15-16-ára tervezik. Nagyon szeretjük Szalonnát és a bandáját, és hát természetesen szerettük volna elismerni is, és megyei kitüntetésben részesült 2 évvel ezelőtt, és nagyon büszkék vagyunk arra a tevékenységre, amelyet ő folytat, és nem gondolom, hogy az kis szó, de mindenképpen azt szeretném mondani, hogy a magyarságnak a megmentéséért, a magyarság megmaradásáért végző a munkáját, és azt hiszem, hogy ez ő egy nagyon szerény ember egyébként, hogy ezt nem szokta hangsúlyozni, de én mindenképpen szeretném elmondani azt, hogy az a munka, amelyet ők végeznek, az valóban azt a Kodály Zoltáni szellemiséget idézi meg, hiszen Kodály Zoltán ugye azt mondta, hogy a kultúrát azt nem lehet örökölni, hanem minden nemzedéknek meg kell szereznie magának, és ehhez kellenek olyan kovász emberek, mint Szalonna Pál István, aki valóban ebbe a munkába, vagy inkább mondjuk azt, hogy ebbe a küldetésbe aktívan részt vesz, és segít bennünket abban, hogy a kultúrát át tudjuk adni az utánunk következő nemzedéknek, és ezáltal pedig a magyarságunkat is meg tudjuk menteni, és át tudjuk adni majd az utókornak, hogy még a következő 1000 évben is büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk, és ezen a gyönyörű magyar nyelven beszélhetünk. Jól látták a feliratot, kedves nézőink, folytatjuk méghozzá Pál István Szalonnával, de csak legközelebb, ugyanis letelt a műsoridő, ennyi fért a mai weekendbe. Tartsanak velünk a jövő héten is ugyanebben az időpontban. Köszönöm figyelmüket a kollégáim nevében is. Kellemes pihenést és jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!